A Nyíregyházi Egyetem szakemberei egy uniós pályázat segítségével próbálják fejleszteni az angol nyelvoktatást. A projektre több mint 300 millió forint támogatást kaptak, várhatóan 2020 novemberében fejeződik be a munka. A részleteket pedig a projekt szakmai vezetőjétől kérdezhetem meg. Köszöntöm a stúdióban a Nyíregyházi Egyetem angol nyelv és kultúra intézeti tanszékének tanárát, dr. Ajtai Horváth Magdát. Köszöntöm. Én gondolom, hogy olyan sok részlet van, hogy azért mindent úgysem fogunk tudni elmondani, de talán a legfontosabbakat, hogy a kereteit meg tudjuk határozni ennek a elég nagy volumenű projektnek. Milyen feltételeknek kellett megfelelni az intézmény, hogy részese lehessen ennek a folyamatnak? Hát különös feltételeknek nem kellett megfelelni. A projekt a hátrányos helyzetű régiókat támogatja elsősorban, azokat a régiókat, ahol nagyon alacsony a nyelvvizsgázók száma, illetve a sikeresen nyelvvizsgázottak száma, és a mi megyénk ilyen, úgyhogy emiatt esett a választás a Nyíregyházi Egyetemre. Ez a több mint 300 millió forint egy nagyon gondos, ügyes beosztást igényel nyilván a következő évekre nézve. Ugye tudjuk a pontos határidőt, ami 2020. november 1-e. Mi mindenre kell, hogy elég legyen ez az összeg? Pontosan 330 millióról van szó, és egy nagyon komplex programról. Kiemelt célja a plusz órák, vagy nem formális keretek között megtartott órák, innovatív és élményszerű módszerekkel megtartott angolórák, de emellett hatalmas eszközfejlesztés, könyvtárfejlesztés történt, módszertani képzése a tanároknak, tartalmaz három Angliába történő kirándulást a legsikeresebb tanulóknak, tehát nagyon, nagyon komplex tananyagfejlesztést, szintén 24 darab tananyagfejlesztésre került sor az elmúlt év során, ezeket majd ki is fogjuk adni, tehát egy nagyon komplex programról van szó. Célcsoport, korosztály? A gimnáziumi korosztályt célozza, azokat, akik felsőoktatásba szeretnének majd részt venni. Négy szinten indulnak szeptember második felétől a kurzusok, illetve az oktatás a megye 10 intézményében. Ezek közül 4 nyíregyházi középiskola és 6 megyebéli. Hányan lesznek azok a tanárok, akik foglalkozni tudnak majd velük ennek az innovációnak a keretében? Iskolánként 2 tanár lesz, és 4 csoport indul. Ez összesen 8 órát jelent, tehát egy-egy csoportnak 2 plusz órája van. Hatékony módszerekkel és céltudatosan a nyelvvizsgára fogják felkészíteni a kollégák a gyerekeket. 2 év alatt összesen 3840 angol órát fognak tartani 2400 gyereknek. Egy-egy csoportban maximum 15 fő vesz részt, tehát így jönnek össze ezek a nagy számok 4 év alatt 10 iskolában. Én úgy gondolom, hogy a 4 év az nyilván vannak ennél hosszabb projektek, hosszabb időtartamú projektek, de sokkal rövidebbek is. A 4 év az feltétlenül lehetőséget ad arra, hogy a szakmai munkában rövid távú célokat is megfogalmazzanak a benne lévők, illetve, hogy mi legyen a kimenetele ennek a 4 éves projektnek. Mi az, amit szeretnének már a benne lévők egy ilyen rövid, belátható időn belül érzékelni? Mindenképpen sikeres nyelvvizsgát szeretnének tenni, vagy emelt szintű érettségit angol nyelvből. Tehát ez 2020-tól elvárás lesz a felsőoktatásba való bekerülésnél is. Tehát ez lenne a rövid cél. A hosszú cél az, hogy megszerettessék a nyelvet, és az is, hogy a gyerekek később felnőttként önállóan képesek legyenek arra, hogy tanuljanak tovább. Amiről beszélünk, az olyan egyszerűnek tűnik. Tehát, hogy szeressék meg, hogy tanuljanak majd utána,
hogy legyen sikeres a nyelvvizsgájuk, de valószínű mégsem olyan egyszerű dolog, hogyha egy ilyen nagy volumenű pályázat az, ami lehetőséget ad arra, hogy ez megvalósulhasson. Mi fog történni, ha eljön 2020. november 2-a? Ami addig bevált, ugye azt lehet akár folytatni is? Hát először is az elkészült tananyagot könyvformájába ki fogjuk adni, tehát ezt használni lehet a továbbiak során is. A módszertan az szintén a tanárok kezében marad, és hát reméljük, hogy a gyerekek továbbra is sikeresek lesznek a pályájukon. Novuma még ennek a programnak az is, hogy minden egyes csoporthoz, tehát egyszerre 40 csoport alakul és fog működni a fél év során. Minden egy-egy csoporthoz egy-egy angol szakos egyetemi hallgatót is hozzá rendelünk. Ők hospitálni fognak ezekben a csoportokban, illetve hát ott segédkeznek, asszisztensi munkát végeznek, hiszen ők korban közelebb állnak a középiskolásokhoz, és így azt gondoljuk, hogy ez is ösztönző lesz. Mennyire teljesen új dolgok azok, amelyeket itt az előkészítő esztendőben, hiszen már egy év eltelt ugye ebből a négy éves időtartamból, mennyire új dolgokat kellett kitalálni, vagy csak maga az összeállítás, maga az egész logisztika az, ami egyedi, amit ide kellett erre a térségre kidolgozni? Hát egyedi az, hogy az egyetemmel közreműködve, tehát egyetemi hallgatók közreműködésével fognak működni ezek a csoportok. Ilyenre még nem volt példa. Továbbiak során megmarad a könyvtár állomány, az a rengeteg értékes könyv, amit most sikerült megvásárolnunk. Megmarad a tananyag. Ezek fontos hozadék. Fontos hozadék. Igen. Az önök tanszékének az életében mit jelent egy ekkora szintű pályázat? Nagy dolog, nagyon nagy dolog, mert szinte példátlan fejlesztésekre került így sor, és nagy kihívás a hallgatóknak, mert nincs olyan sok hallgatónk, úgyhogy nekik hatalmas többletfeladatot fog jelenteni. Illetve nyereséget is, ha a tudás részét nézzük feltétlenül. Ezt megelőzően, ugye a New Way-t megelőzően, mi volt az, amiben tudtak előrelépni, fejlődni, fejleszteni? Hát gyakorlatilag mindig a tartalmakat kell megújítani, a tartalommal kell lépést tartani, és az angol nyelv tanulása során mindig olyan információkat kell adni a gyereknek, amit máshol is felhasználhat. Tehát a többi óráin is, illetve ilyen perspektíva nyitó tartalmakat mindig. Tehát erre mindig figyelünk. És nem is annyira az új módszereken van a hangsúly, hanem azon, hogy a régi bevált módszerek még hatékonyabbak legyenek. Utolsó kérdés keretében azt szeretném csak megkérdezni, hogy a mostani középiskoláskorú fiataloknál mi számít motiváló tényezőnek? Tehát így az életből, ha merítünk, ami az angol nyelv irányába nyit egy kicsit részükről. A motiváció, meg a motiválás azt gondolom a mai tanár számára a legnagyobb kihívás. Nehéz motiválni őket, noha angol tanulásra végül is az egész élet, ami körülöttünk van, az internet, a más médiumok, a technikai Facebook, eszközök. Tehát minden erre motiválja őket, de úgy tűnik, hogy ez mégsem elég. Mert a nyelvtanuláshoz elsősorban nagyon-nagyon nagy kitartás, hosszú évek során tanúsított kitartás és kemény munka kell. És ez a mai ifjúságnak nem annyira jellemzője. Tehát gyors megoldásokat szeretnének, gyors tudást, és nyelvet nem lehet pillanatok alatt megtanulni. Úgyhogy ezért gondoljuk, hogy ez a kis plusz, ez segíteni fogja őket. Tehát nem fogja a problémáikat megoldani nyilván, csak segíteni fogja abban, hogy sikeresebbek legyenek. Egy következő mérföldkőnél úgy gondolom, hogy újra beszélgetünk majd erről a projektről. Köszönjük szépen az információkat, és kitartó jó munkát kívánok a benne szereplőknek és résztvevőknek.
készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.